Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Jela Jászmin Grész vagyok. Fő témáink néhány mondatban. Új szerelőüzemet adtak át, közel 400 millió forintos beruházást zárt le az Aliszkabau ZRT. Megújult a Paksi járda szakasz, biztonságosabb lett a közlekedés a településen. Fiatalok a városért, 30 kimagasló eredményt elérő diák kapott díjat Bátaszéken. Mesterséges intelligencia terminálok, gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés a kormányablakokban. Közel 400 millió forintból épített új szerelőüzemet és telephelyet az Aliszkabau ZRT Pakson. A beruházás 70%-át az állam támogatta. A fejlesztéssel a cég könnyebben vészeli át a mostani nehéz gazdasági helyzetet is. Átvágták a szalagot az Aliszkabau most átadott paksi telephelyén az új szerelőcsarnok bejárata előtt. Kocsmár Balázs, a cég vállalkozói és üzletági igazgatója elmondta, már közel 30 éve vannak jelen Pakson és környékén is, de nem véletlen, hogy most komolyabban is kikötnek az atomvárosban. Nem titkolt vágyunk az, hogy a Paks 2 beruházás kezdetekkor itt legyünk, illetve részt is vegyünk rajta, úgyhogy a vezetőség ennek tudatába intézte, illetve próbálta azt a forrást megpályázni ennek, hál' Istennek meg is nyertük, meg tudtuk valósítani ezt a beruházást. A kétszintes épület alsó része vasbeton szerkezetből épült, itt zajlanak majd az acélvágási és hajlítási munkálatok, míg az emeleten, ami egy könnyű szerkezetes építmény, az irodák kaptak helyet. Örömmel tölt el, hogy ez a csarnok megvalósult, bízom benne, hogy még több valósul meg. Süli János, Tolna megye 3-as számú választókerületének országgyűlési képviselője az átadó ünnepségen elmondta, fontos, hogy merjenek a vállalkozások fejleszteni. Azt gondolom, hogy itt előbb-utóbb a gazdasági helyzettől függetlenül az erőmű építése fölgyorsul, és akkor mindenkinek lesz munkája, és még több ilyen üzem fog ide települni. Hiszen az új épületben közel 50 ember munkájára lesz majd szükség. A beruházás közel 400 millió forintból valósult meg, amiből csak nem 250 millió forintot Európai Uniós támogatás formájában nyertek el. Pontosan 900-an vették át csütörtökön az első napon az önkormányzattól kapott karácsonyi ajándékcsomagjaikat Szekszárdon. Idén 4500 szépkorú regisztrált a programra. Nekik a hét utolsó munkanapján délután 2 óráig volt lehetőségük elmenni a felajánlásokért a helyi piactér emeletére. Hétvégén nem osztanak csomagokat, hétfőn viszont folytatódik a kezdeményezés. Akkor reggel 8 és délután 4 óra között azokat várják, akiknek a vezeték neve G-vel, H-val vagy K betűvel kezdődik. A szatyrokba idén nagyjából 6000 forint értékű ajándék került. Karácsonyi adományokat gyűjtöttek a Tolna megyei kormányhivatal munkatársai. Ez náluk már hagyomány. Szekszárdon a Szent Erzsébet Caritas alapítvány pártfogoltjai kapták meg a felajánlásokat. Bonyhádon pedig a Család és Gyermekjóléti Központ ügyfeleihez kerültek a jó szándékú adakozók csomagjai. Ismét gyalogos gázolás történt Tolna megyében, ezúttal Tamásiban. Az úttesten lévő zebra előtt egy autósofőrje nem adott elsőbséget az ott áthaladó 55 éves nőnek, akit emiatt elütött. Az asszony könnyebben sérült meg. Dombováron pedig ráfutásos baleset történt egy gyalogos átkelőnél. A balesetben senki nem sérült meg, de mindkét kocsi megrongálódott. A rendőrség fokozott figyelmet kér a közlekedőktől. Elkészült a járda a Paksi építők útján. A kivitelező a határidőnél 30 nappal korábban végzett a felújítási munkálatokkal. Szabó Péter polgármester a beruházásról azt mondta, majdnem 1/2 kilométeren lett biztonságos a közlekedés a gyalogosok számára. Megközelítőleg 500 méter hosszan újult meg a járda az építők útján, így már biztonságosan lehet közlekedni ezen a járda szakaszon is. A kivitelező cég a határidőhöz képest egy hónappal korábban fejezte be a munkát. Az építők útja, ez a lakótelepnek a főutcájának is nevezhetjük, és ennek a járda szakasza újult meg, ugye a keleti oldalnak a járda szakasza.
Hát a beruházás az nettó 56 millió, közel 56 millió forint értékben valósult meg. Egy része a belügyminisztérium által az önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatásból, másik része viszont saját forrásból, önkormányzati forrásból került megvalósításra. Az itt élők régi vágya vált ezzel a felújítással valóra, mondta Kudorné Szanyi Katalin, a választókörzet önkormányzati képviselője. Ez a legszebb karácsonyi ajándék egy képviselő számára, amikor elkészül egy olyan mű, aminek nem csak a képviselő, hanem az itt lakók is örülnek. A beruházás részeként a kapubejárók csatlakozását akadálymentesen alakították ki. A járdát határoló kiemelt út és járda szegélyt átépítették, valamint a kiemelt szegély melletti aszfaltburkolatot is helyreállították, mondta Siklósi Zoltán, a kivitelező cég ügyvezetője. A régi töredezelt balesetveszélyes aszfalt járda burkolat elbontásra került, helyette egy térburkolat került beépítésre. A járda alatt megújultak a közművek egy része, és védőcsövek lettek lehelyezve, amik a fejlesztéseknek lettek előkészítve, hogy utána már ne kelljen bontani a burkolatot. Minden ingatlanhoz oda csatlakoztak ugye későbbiekben, akár a modernabb internet, akár a telefonos kommunikáció bekötése kerülhessen. Az építők útja másik oldalán található járda felújítására már a tervek elkészültek. Korábban érkeznek a januárban esedékes családtámogatási ellátások, tudatta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára csütörtökön a Facebookon. A decemberi támogatásokat az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően idén is karácsony előtt megkapják a jogosultak. Az előrehozott családtámogatási ellátások közé tartozik a családi pótlék, a gyes és a gyed is. Ezek bankszámlára december 22-én, lakcímre pedig december 22-én vagy 23-án érkeznek meg. Az intézkedés közel 1,2 millió családot érint. Az üzemanyagok ársapkájának eltörlésével a jövedéki adót is korrigálták, vagyis visszaállt a hatósági árbevezetését megelőző állapot. Ennek megfelelően a 95-ös benzin jövedéki adó mértéke 120 forint per liter plusz áfa, a gázolaj esetében pedig 110 forint per liter plusz áfa lett ismét. Az adóemelés mértéke literenként 25 forint plusz áfa. 30 kimagasló eredményt nyújtó fiatal kapott városi díjat Bátaszéken. Ennek már hagyománya van a településen advent idején. A gyerekek tanulmányi és sport teljesítmény tekintetében emelkedtek ki idén az átlagból. Hát ez a borha ott jól élt, jó konyhára került, mint csak nőtt, nőtt, nőtt. Díjnyertes mesemondó előadását mutatta be a bátaszéki Pécsi Laura, az idei Fiatalok a városért átadón. Az általános iskolás lány otthonosan mozog a közönség előtt, hiszen balettozik és társas táncol is, ezek mellett pedig kiváló a tanulmányi eredménye. Én a táncot a Szekszárdon kezdtem, balettoztam, és 7 éves koromig táncoltam ott, aztán kiiratkoztam, és átjöttem Bátaszékre táncolni, és elkezdtem néptáncolni, meg bestriktimezni, és nekem ezek nagyon tetszenek. Bátaszéken már évtizedes hagyománya van annak, hogy a város vezetése karácsony előtt elismeri a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó diákok munkáját. Idén összesen 30-an vehették át a Fiatalok a városért díjat. Ők kimagasló tanulmányi és sporteredményeket értek el. Hát ez a köszönet egy kicsit rajtuk keresztül szól a szülőknek, akik mögöttük vannak, és támogatják ezeket a fiatalokat, hogy bontogassák a szárnyaikat. Szól egy kicsit a felkészítőjüknek, tanároknak, táncoktatójuknak, akik mind-mind segítik, hogy meg tudják mutatni a tehetségüket az adott területen. És hát kicsit abban reménykedünk, hogy ebből hosszú távon a városunk is tud profitálni. Hagyomány az is, hogy a Bátaszéknek legtöbbet segítő mecénást is díjjal ismerik el ezen az alkalmon. Azt az elismerést idén Tar Jánosnak, a Tar Kft. Ügyvezetőjének ítélték oda. A családi konfliktusok helyes kezeléséről szóló előadásokat hallgathattak meg azok a szülők, akiknek gyerekei részt vesznek a Matthias Corvinus Kollégium programjaiban Szekszárdon.
Az eseményen Wittmann Zsolt, az MCC középiskolás programjának igazgatója, valamint Fehér Pataki Balázs, a Fiatal Tehetség program vezetője szólalt fel. A Mátyás Corvinus Kollégium minden évben szervez a szülők számára zárt körű exkluzív rendezvényt, amely során érdekes előadásokkal és programokkal, továbbá vacsorával várják a résztvevőket. A cél, hogy egy kellemes hangulatú rendezvény keretében információt adjanak az MCC-ben megvalósult programokról, valamint a jövőbeli célokról. 3. helyen végzett 3 Tolna megyei, 2 dombóvári és egy paksi tűzoltó egy budapesti lépcsőfutó bajnokságon. A lánglovagoknak egy 22 emelet magas épületet kellett minél gyorsabban megmászniuk. Eközben például egy speciális ajtót is kinyitottak és megmozgattak egy 80 kg-os akadályt teljes védőruházatban és légzőkészülék használata mellett. Mesterséges intelligenciával felszerelt számítógépes terminálok segítik az ügyfeleket az ország több kormányablakában, így Tolna megyében is. A gépeknek köszönhetően gyorsabb és kényelmesebb lett az ügyintézés. Ami eddig hosszadalmas adminisztrációt igényelt, az most csak egy pár kattintással elintézhető. A kormányablakokban kialakított MIA pontok érintőképernyős eszközein könnyen gyorsan ügyintézői beavatkozás és sorban állás nélkül lehet meghatározott ügyeket elektronikusan intézni. Hogyha példát szeretnék rá mondani, akkor olyan, mint egy bankautomata vagy hasonló, illetve hát a nagyobb áruházakban van ilyen önkiszolgáló fizetési lehetőség, azokhoz az automatákhoz hasonló ez a készülék. Valójában a kormányablakokban kerültek ezek elhelyezésre, és segítik a ügyfeleknek is, és az ügyintézőknek is az ügyintézést. Meghatározott ügyszakokban 10 ügyet lehet ezeken a pontokon intézni. Ezek között van például a vezetői engedély, a személyigazolvány pótlása, gépjárműügyek, anyakönyvi kivonat és erkölcsi bizonyítvány igénylése is. A Tolna megyében működő kormányablakok közül 9 olyan teljesít szolgálatot, ahol az állampolgárok hasznát vehetik a berendezésnek. Részben Európai Uniós forrásból, részben pedig központi költségvetésből valósult meg ez a beruházás, és gyakorlatilag a 10 óta kiválóan működő kormányablakoknak a munkáját teszi könnyebbé, illetve magas színvonalú ügyintézést eredményez részben az ügyfeleknek, mint pedig említettem már, hogy az ügyintézőknek is ez kedvező. Az országban jelenleg több mint 300 kormányablakban már működnek a mesterséges intelligencia asszisztensek, segítve és gyorsítva az ügyintézést. Regionális híreink következnek. Tiltakoznak a játszótér miatt, rossz helyszínt választott a pécsi képviselő a kültéri eszközöknek. Nem fogta vissza a büntetés sem, sokat szóra is autóba ült jogosítvány nélkül a vád szerint. Az életre nevelnek, konferenciát tartottak értelmi fogyatékos gyerekeknek Kaposváron. Veszélyes és megalázó az, ahogy kialakították a pécsi Mecsek-Szabolcs játszóterét. Ezért tiltakoznak az ott élők, ezt mondta stábunknak egy anyuka. Szerinte teljesen alkalmatlan a pécsi városrész képviselője által kiválasztott terület a gyerekek fogadására. A tiltakozáshoz már több mint 100 helyi csatlakozott. Megkerestük a játékokat, telepítő képviselőt is, aki azt mondta, álmában sem gondolta volna, hogy így fogadják az új létesítményt a lakók. A parkolóautók mellett a vízelvezető árkon túl egy lakóingatlan kerítésének tövében épült ez a mini játszótér Mecsek-Szabolcson. Sikerült egy ugyan nem használt, de a bejárást biztosító kaput is elzárni az építkezéssel, mutatja egy anyuka. A Pécs keleti város részéhez tartozó területen megalázónak tartják ezt a lakók, és tiltakoznak, mondja Domonkos Anna. Úgy érezzük, hogy méltatlan a hely, a gyermekek számára alkalmatlan, kimerem mondani, hogy megalázó, 3,5 méter széles területre gyermekjátékokat telepíteni, egy kerítés, egy magánlakás kerítésének a tövébe, ráadásul, ha ott följebb megyünk, látjuk, hogy egy bejáróba betelepítettek egy hintaállványt,
teljesen lehetetlenné teszi a közlekedést. Ott egyébként szociális intézmények is működtek korábban, most éppen használaton kívül van, de hát egy élő ingatlanról beszélünk. Ez az autóbehajtó pedig a csúszda mellett van, ami nem tűnik biztonságosnak. A területen élők régóta szeretnének játszóteret, de nem ilyen áron. Nagyon sok a kiköltöző fiatal, van igény. Nagyon-nagyon komoly igény van. A legközelebbi játszótér tőlünk 6-8-10 kilométerre található. Szükség lenne rá, de nem ilyen helyszínen, ahol a vízes árok mellett, illetve ahol most állunk, ez egy autóbejáró. Ha megnézzük a csúszdához megérkező kisgyermek arca, az a kipufogó magasságában kb. 2 méterre érkezik. Ez, én azt gondolom, hogy ez nem elfogadható szülőként sem. A játszóteret a terület önkormányzati képviselője építette a képviselői keretéből. Hencsei Zsoltot telefonon értük el, aki nem számított ilyen ellenállásra. Álmomban nem gondoltam volna erre. Tehát, hogy én ezt előre tudom, hogy ebből ez lesz, akkor nem is tudom, hogy mi lett volna a lépés, vagy lett volna egyáltalán lépés ez ügyben. A probléma az ezzel kapcsolatban, ha most ugye az én olvasatomban volt lakossági fórum, többször is volt, tavasz óta körvonalozott ez az egész dolog, és egy lehetséges helyszínként ugye felmerült a Lelovics kert, ami ott van fent a csertetői részen, Meccsek Szabolcson. Erre először igent mondott, de a korábbi képviselők figyelmeztették Hencseit, hogy ott nem jó a közbiztonság, már a múltban is megrongálták a telepített játékokat. Ezért döntött a mostani helyszín mellett, de ez nem vált be a jelek szerint. Kérdés, mi lesz a játékokkal? Nem maradnak ezen a helyen, mivel már tudtomra adták azzal, hogy szétrongálták a keretet, amiben a kavicsot töltötték volna föl, úgyhogy sikerült nekik. Elemek onnan elkerülnek. Valószínűleg, ha a Szent Mihály házba megengedik, oda rakjuk be, ha nem, akkor úgy néz ki a dolog, hogy nem lesz Meccsek Szabolcsba ez a két játék letelepítve. Ugyanis nincs önkormányzati terület. A Szent Mihály ház Meccsek Szabolcs közösségi tere. A képviselő szerint itt biztonságban lennének a mintegy 2 millió forintba kerülő köztéri játékok. Eredetileg a mostani helyszínt kerítéssel tették volna biztonságossá, mondja Hencsei. Így szerinte megfelelt volna funkciójának a terület. De a lakók tiltakoznak, már több mint 100 aláírás gyűlt össze. A polgármestert is megkeresték, hogy együtt találjanak mindenkinek elfogadható helyszínt a Meccsek Szabolcsi játszótérnek. Több végleges eltiltás sem tartotta vissza a vezetéstől azt a férfit, aki ellen idén már másodszor emelt vádat a pécsi járási ügyészség. A 40 éves vádlott többször volt büntetve közlekedéssel kapcsolatos bűncselekmények miatt. A bíróság 5 év alatt 4-szer tiltott el véglegesen a járművezetéstől. Ennek ellenére november 5-én ismét gépkocsit vezetett. Az ügyészség 2 év börtönbüntetésre tett indítványt. A pécsi járási ügyészség ebben az évben már másodszor emelt vádat eltiltás alatti vezetés miatt egy férfi ellen, aki többszörösen végleges hatályú járművezetéstől eltiltás hatája alatt vezetett. A vádirat szerint a vádlott többször volt büntetve közlekedéssel kapcsolatos bűncselekmények miatt, őt a bíróság az elmúlt 5 évben 4-szer tiltotta el véglegesen a járművezetéstől. Legutóbb idén október 13-án ítélték szabadságvesztésre ittas járművezetés és eltiltás hatája alatti vezetés miatt, őt ismét véglegesen eltiltották ekkor a járművezetéstől. Elítélését rövid idővel követően ismét gépkocsit vezetett Pécsett 2022. november 5. napján. Ez a cselekménye ismételten járművezetés az eltiltás hatája alatt büntettének a megállapítására alkalmas. Ennek a bűncselekménynek 3 évig terjedő szabadságvesztés a büntetési tétele. Vádiratában az ügyészség azt indítványozta, hogy a bíróság a vádlottat szabadságvesztésre ítélje, mellékbüntetésül tiltsa el a közügyek gyakorlásától, és véglegesen tiltsa el a járművezetéstől. Mivel a vádlott a bűncselekményt szabadságvesztésre ítélése után követte el úgy, hogy a korábban kiszabott szabadságvesztést még nem hajtották végre, amennyiben őt a bíróság szabadságvesztésre ítéli, nem bocsátható feltételes szabadságra. Az egyébként 40 éves férfit korábban 1 év 8 hónap szabadságvesztésre ítélték, most az ügyészség 2 év börtönbüntetésre tett indítványt.
hagyományteremtő szándékkal indított országjáró rúcsút az értelmi fogyatékossággal élők és segítők országos érdekvédelmi szövetsége. Az utolsó állomáson Kaposváron tartottak konferenciát, amelyen azokra a fiatalokra hívták fel a figyelmet, akik már önállóan próbálnak boldogulni a mindennapokban. Nem tudom, mit tegyek, nem tudom, hogy legyen. Miért is nem lehetek egyszerre két helyen? Megfelelő háttérrel és képzéssel egy értelmi sérült fiatal is könnyen el tud helyezkedni a munkavilágában. Erről is beszéltek az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetségének kaposvári konferenciáján. 90%-a meg tudja állni a helyét, akkor, hogyha megkapja megfelelő segítséget. Vannak, akik önálló életre képesek, vannak, akik csak támogatottan, akiket meg kell támogatni valamilyen formában, és hogyha ezt a család nem tudja megadni, akkor a civil szervezetek, itt most többek között az Éf és Somogy megyei szervezete helyileg adja meg ezt a támogatást. A főigazgató hozzátette, náluk jelenleg 325 diák tanul, közülük 70-en tanulmányaik végén vannak. Kadlicskó Kristóf palánta nevelést és udvarrendezést tanul a Bárci iskolában. Jó tanuló vagyok, segítőkész a tanárokkal, az osztálytársaimmal is vettem rajta számítógépet, meg telefont, azért, hogy tudjak a haverokkal, meg a tanárokkal közösen a telefonon beszélgetni, meg ismerkedni. Van, ahol nagyon támogató a család, van, ahol magukra maradnak. Ezért is fontos, hogy a civil szervezetek adjanak nekik jogi, pszichológiai, szociális segítséget. Ennek a kiváltására a támogatott döntéshozatal egy lehetőséget jelent. Tehát azok a személyek, akik jobban képben vannak a világba, értelmi fogyatékossággal élők, kevés segítségre van szükségük az ügyeik elintézésébe, nekik szolgálna ez a törvényileg megadott lehetőség. De ez nagyon nehezen terjed el, mint minden új, és éppen ezért egy ilyen rostsóval járjuk körbe az országot, minden érintettet, akit érint, a szülőket, a szakembereket, a magukat, az érintetteket. Gyene Piroska hozzátette, a világszerte tapasztalható válsághelyzet miatt nincsenek könnyű helyzetben az értelmi sérültek, de egyetértenek a kormány azon törekvéseivel, miszerint munkát kell adni, nem segélyt. Végül mutatjuk újra röviden Tolna megye legfontosabb híreit. Új szerelőüzemet adtak át, közel 400 millió forintos beruházást zárt le az Aliszkabau ZRT. Megújult a Paksi járda szakasz, biztonságosabb lett a közlekedés a településen. Fiatalok a városért, 30 kimagasló eredményt elérő diák kapott díjat Bátaszéken. Mesterséges intelligencia terminálok, gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés a kormányablakokban. Szombaton tartós esőzésre kell számítani, ami havazásba válthat át. Vasárnap első felében csak kevés csapadék fordulhat elő. Délután azonban eleinte a középső országrészben, majd keleten is havazás várható. Hétfőn még nagyobb részt erősen felhős időre készülhetünk. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!